Egy izraeli légicsapásban életét vesztette az Al Jazeera hírügynökség egyik operatőre, a mellette dolgozó tudósító pedig megsebesült. Tel Avivban több százan követelték, hogy az izraeli kormány szabadítsa ki a még fogságban lévő túszokat. Az emberek azután vonultak utcára, hogy izraeli katonák tévedésből lelőttek három menekülő túszt. A dél-gázai Hán Yunisi iskolát ért izraeli dróntámadásról tudósított éppen az Al Jazeera hírügynökség stábja, amikor egy második találat érte az épületet. Az operatőr meghalt, a mellette dolgozó tudósító súlyosan megsebesült. Addig gyalogoltam, amíg el nem értem egy mentőautóhoz, ahol elkezdték elállítani a vérzést, idézte fel a történteket a kórházi ágyán a tudósító. Egy non-profit szervezet szerint az elhunyt operatőr a 64. újságíró, aki október eleje óta életét vesztette az izraeli háborúban. Sűrű füstgomolyok Gáza felett, az izraeli hadsereg szombaton folytatta az övezet elleni offenzíváját. Palesztin jelentések szerint legalább 14 ember meghalt az északi Jabbáliát ért rakéta csapásban. Sokan a romok alatt rekedtek, azt is közölték, hogy rajta ütöttek két iskolán Gáza városban, mert információik szerint az épületekben terroristák rejtőzködtek. Izrael bejelentette, hogy fegyveres erői pénteken tévedésből megöltek három izraeli túszt a Hamász fellegvárában, a lezárt tengerparti övezet északi részén fekvő Sharjahban. Feltételezésünk szerint a három izraeli túsz egy tűzpárbaj zűrzavarát kihasználva tudott elmenekülni a terroristák keze közül, vagy a fogvatartók egyszerűen magukra hagyták őket néhány nappal korábban, nyilatkozta az izraeli hadsereg szóvivője, aki teljes körű nyomozást ígért az ügyben. Szombaton a Haaretz izraeli lap arról értesült, hogy a hadsereg kiderítette, Sharjah egy épületén a katonáik segítség három túsz feliratot olvastak, de csapdának vélték. Amikor az izraeli katonák a három túszt észrevették, látták, hogy fehér textilt lengetnek, de fenyegetőnek tartották a közeledésüket, és tüzet nyitottak rájuk. A bejelentés után több százan vonultak utcára Tel Avivban. A tiltakozók azt követelték, hogy a kormány tegyen lépéseket a túszok azonnali szabadon bocsátása érdekében. Azt mondták, a novemberihez hasonló új túsz megállapodásra lenne szükség, amely megakadályozhatná a péntekihez hasonló incidenseket. A demonstrálók bírálták az izraeli kormányt, amiért szerintük nem követel mindent a Hamász által fogvatartott emberek kiszabadításáért. Jelenleg még több mint 100 Izraelből október 7-én elrabolt túsz van a Hamász és más iszlamista szervezetek fogságában a gázai övezetben. A dél-gázai Hán Yunis felett szombat délután is sűrű füst gomolygott, az övezetben napközben heves harcok dúltak. Ezek a felvételek Gáza déli egyiptomi határvárosában, Rafahban készültek szombaton. Nem tudni, a segélyeket szállító kamionok átlépték-e a határt és bejutottak-e a palesztin területre. Noha az Egyesült Államok arra szólította fel Izraelt, engedjen be több segélyt az övezetbe, ahol az ENSZ élelmezési világprogramja szerint a kitelepített családok több mint fele éhezik. Szombaton újra kezdődhetnek a tárgyalások az izraeli és a katari tisztségviselők között a Gázában még mindig fogva tartott izraeli túszok szabadon bocsátásáról, valamint a Hamász által feltételül szabott tűzszünetről és a zsidó állam börtöneiben lévő palesztinok szabadon bocsátásáról. Erről értesült az amerikai Wall Street Journal.